Nyní bych poprosil kolegu Molnára s trošku rozvinutou přednáškou, mírně rozvinutou přednáškou s názvem Otázka slovensko-maďarských vztahů v politickém působení Jánoše Esterházyho. Köszönöm, elnök úr, tisztelt excellenciás urak, professzor urak, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim! Köszönöm a szervezőknek, hogy a konferencia programjába bekapcsolták Esterházy János szlovákokhoz való viszonyának vizsgálatát is. Elsősorban azért, mert korábbi történetírás mint magyar, mint szlovák oldalon hajlamos volt arra, hogy Esterházy Jánost egyértelműen a magyar politikai érdekek automatikus, kritikátlan kiszolgálójaként mutassa be. És épp a szlovákokhoz való viszonyának vizsgálata mutat rá arra, hogy mennyire téves ez a felfogás. Mivel előttem kitűnő előadók, Szarka professzor és Adamczyk professzor is Esterházy politikusi működésének egy első részét, vagy első felét már átfogták és bemutatták ilyen szempontból is, ezért én tulajdonképpen csak a 38 utáni időszakkal kívánok most foglalkozni ebben az előadásban. Azonban bevezetőként el kell mondanom, hogy Esterházy János szlovákokhoz való alapvető viszonyát a lengyel édesanyától kapott keresztény hit határozta meg, és ezen az alapértéken túl az a nyitraújlaki szülőföldi környezet, ahol ő megszületett. Tisztelettel köszöntöm itt körünkben a nyitraújlak község képviselőit is. Itt a magyarokkal együtt élő szlovákok nyelvét már gyermekkorában megtanulta. Föltételezem, hogy édesanyjától előbb tanult meg lengyelül, mint magyarul, hiszen fölnövekedve kicsi gyermekkorában elveszti édesapját. Tény, hogy a gyermekkorától együtt egy folyékony szlovák nyelvtudást is hoz magával, magyarral és a lengyellel együtt. Nem csak ezt kapta a szülőföldtől, hanem azt a toleranciát is, kölcsönös megbecsülést is, amellyel az itt élő magyarok és szlovákok évszázadokon keresztül békésen megfértek egymás mellett. Innét erről a földről, ezzel a hagyatékkal indult el Esterházy János politikai pályafutása. És akkor most ugorjunk ott, ahol Szarka Laci abba hagyta. Szarka László barátom említette, hogy nem tartotta Esterházy János, sőt fájdalmasnak tartotta a komáromi béketárgyalások eredményét, hiszen ahogy ő írja, kell, idézem őt, kellő tapintattal és jóindulattal a komáromi tárgyalások a magyar-szlovák történelmi kiegyezés pillanatává válhattak volna. Kiegyezés és megbékélés helyett azonban valóban két egymással ellenséges fél kell föl a tárgyaló asztaltól. Esterházy bár nem volt, ugye ezt is gyakran személyre vetik, hogy ő a komáromi tárgyalásokat befolyásolja, kérelme, kérése ellenére sem ő és semmilyen más szlovákiai magyar politikus nem lehetett része a komáromi magyar-szlovák tárgyaló delegációnak. Azonban, hogy Hóri András, akkori varsói nagykövetet idézzem, Esterházy mégis megpróbálta maga módján befolyásolni a békekonferenciát, és ezeket a határtárgyalásokat. Hóri ezt írja, Kánya Kálmán, magyar külügyminiszter merev viselkedésén Esterházy megpróbált oldani, és felajánlotta, hogy a magyar és a szlovák delegáció részére megszervez egy olyan tárgyaláson kívüli ebédet, egy közeli kastélyban, nyilván ez az ő nyitraújlaki kastélya lett volna, ahol kötetlen formában beszélgethetnek egymással a magyar és a szlovák delegátusok,
és ezzel is így oldott légkörben talán előkészíthető lett volna egy kompromisszumos megegyezés lehetősége. Ez a találkozó azonban, írja Hóri, hol Kánya merevsége, hol a szlovákok sértettsége miatt nem jöhetett létre. És itt van a második pont a bécsi tárgyalások után, a dél-szlovákiai 12.000 négyzetkilométernyi magyarok és szlovákok által lakott terület visszacsatolása, visszakerülése Magyarországhoz. A szlovák történetírás és a szlovák nemzeti öntudat részére is egy neuralgikus pont Eszterházy megítélésében, hogy úgymond ő adta át Horthy Miklósnak Kassát 1938. november 11-én. Nos, talán itt ez a pillanat, ez a történelmi pillanat alkalmat adhat arra, amit a szervezőnk bevezetőjében, Zilizi Zoltán bevezetőjében, mint egy célkitűzésként hallhattuk, hogy a nyilvánvaló tényszerű ellentétes interpretálás mellett interpretálásban is találhatunk egy érintkezési pontot. Ez pedig az, hogy Eszterházy nyilván nem adta át Kassát Horthynak, hiszen nem övé volt Kassa, nem az ő tulajdona volt Kassának, a hovatartozásáról a bécsi döntés döntött. Eszterházy, mint a város választott képviselője viszont mondott egy beszédet ezen az ünnepségen, ahol Horthy Miklósnak címezve, Horthy Miklós kormányzónak címezve a következőt mondta, azon túl, hogy bejelentette, hogy nem fogadja el a magyar parlament képviselői helyét. Mi itt maradt magyarok ígérjük, hogy kezet adunk az itt élő szlovák testvéreinknek, és velük együtt dolgozunk egy szebb jövőért. Az ide átlévő magyaroktól pedig azt kérem, hogy az ide csatolt szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg nekik, hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi magunknak oda át követeljük. Ez a pillanat Kassán egy triumf, egy győzelmi pillanat volt, ahová nem nagyon illett bele Eszterházy Jánosnak ez a kitétele, mert ott a magyar revíziós politika győzelmét ünnepelte a jelenlévő tömeg, és nem nagyon volt ott hely a magyarországi szlovákok kérdésének fölvetésére. Eszterházy János azonban ezt a nyilvános, sok ezres nyilvánosságot használta föl arra, hogy felhívja a figyelmet a magyarországi szlovák kisebbség megoldatlan helyzetére, arra, hogy ez a kérdés rendezésre vár. Ahogy mondja, az igazság azt követeli, hogy ők ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi magunknak oda át követeljük, mondta, mert tudta vagy számított arra, hogy lesz egy együttműködés, a kisebbségi kérdést nem lehet megoldani egyoldalú intézkedésekkel. Arkadiusz professzor említette már Eszterházy gyakori varsói tárgyalásait. Az épp erről született feljegyzések, tehát lengyel politikusok feljegyzéseiből tudjuk azt, hogy a lengyel politikusokat is meglepte Eszterházy János kritikus Magyarországgal, a magyar politikával szembeni kritikus álláspontja. Többször kijelentette például, hogy reméli, hogy a magyar uralkodó osztályok, a magyar kormányok a szlovákokkal szemben egy új politikai lapot nyitva nem követik el többé a régi uralkodó osztályok hibáit, és a szlovákokat egyenrangú félként fogják kezelni. És azt is elmondta egy alkalommal, hogy amennyiben ez nem következik be Magyarország részéről, akkor ő kiszáll a szlovák kérdés ügyéből, rendezéséből. Hadd térjek azonban arra az időpontra, az időszakra rá, amely 1939-el kezdődik. A 39-es esztendő első napjaiban, tehát Eszterházy már a szlovák parlament képviselőjeként tulajdonképpen karácsonyi gondolatait a béke, a reménykedés és a realitások talaján való állásra
állás gondolataiban kezdi meg, erre buzdítja magyar olvasóit, és nekik címezi a következő mondani valót. Mi a szlovák népet, mellyel most szorosabb közjogi kapcsolatba kerültünk, mindenkor testvérünknek tekintettük, és így fogunk tekinteni rá a jövőben is. A szlovák nép épp úgy kis nép, mint mi, épp úgy küzdött önállóságáért, szabadságáért, elismeréséért és érvényesüléséért, mint mi. Majd egy következő esztra, következő cikkben ezt írja, a magyar és a szlovák testvériséget nyíltan és következetesen hirdetem tovább. Annak szükséges voltát vallom, és vállalom ezért a célkitűzésért a felelősséget, a felelős politizálást. És ennek érdekében szívesen tűröm el az akármelyik oldalról jövő vádaskodást is. Eszterházy ugyanezen a helyen az egész szlovákiai magyar kisebbség számára fontosnak tartja, hogy élni tudjon a szlovák-magyar egymásra utaltság helyzetének fölismerésével. Természetesen ezt a magyar-szlovák egymásra utaltságot súlyosan beárnyékolják az olyan incidensek már 1939 elején, mint a nagysurányi sortűz, a kárpátaljai kisháború konfliktusa. Eszterházy ezen a nem könnyen átlátható és értékelhető esetekben magánemberként soha nem tiltogolta a véleményét az illetékes szervek előtt. Nyilvánosan tett nyilatkozataiban azonban a szlovákiai magyar kisebbség vezetőjeként mindig tartózkodott a magyarországi politika nyilvános bírálatától. Elsősorban azért, hogy szavait érvként ne tudják felhasználni a magyar politikai vezetés ellen. Ezt a nyilvános bírálatot azonban megtette a vele szoros szimbiózusban együttműködő nővére, Eszterházy Lujza, aki az Új Hírekben, amely egyébként Eszterházy lapja volt, Szégyen című cikkében ugye nyilvános hangon elítélte, kemény kritikával elítélte a történteket. Eszterházy a szlovák parlamentben folytatott képviselői tevékenysége, ahol Eszterházy szövetségesek nélkül maradt, egyfajta egyszemélyes ellenzékként fogható ugye fel. Több alkalommal határozott kritikai véleménnyel illetett számos szlovák törvényjavaslatot. Ez is téma lesz majd az előadásunk során, Podolec professzor részletesebben is fog erről a helyzetről, vagy erről az időszakról beszélni. Azonban itt azt is szeretném aláhúzni, hogy Eszterházy fontosnak tartotta megjegyezni, hogy bírálata, és idézem, bírálatom sosem irányul a szlovák nemzet ellen, hanem csak kiküszöbölni szeretném azokat a módszereket, sérelmeket, jogos panaszokat, melyek zavarják a mi itteni békés együttélésünket. Eszterházy nagyon sok cikket ír ebben az időszakban a szlovák-magyar egymásra utaltságról, és ezt a gondolatot, a szlovák-magyar kapcsolatot ő itt már Közép-Európa biztonsági kérdéseként is feltünteti. A magyarsággal szembeni ellenszenv megszűnése, amely számára nagyon fontos volt Szlovákiában, ugye nem egy politikai szlogen volt a számára, amit ugye a szlovákok felé diktált. Nagyon sok esetben a magyar párt vezetőségi ülésén, vagy Magyarországon elmondott összejövetelein is kérés nélkül is beszél a magyar-szlovák viszonyról. Azt írja például, hogy ha itt Szlovákiában egy ultrasoviniszta szlovák úgy véli önálló hazájának érdekeit legjobban szolgálni, hogy egy nyitrai, pozsonyi, eperjesi vagy besztercebányai magyart az ő nemzeti érzésében provokálólag sérti, úgy ez az ultrasoviniszta szlovák épp úgy árt hazájának, mint ahogy árt az az magyarországi ultrasoviniszta magyar, aki akár szóval, akár tettel igyekszik a magyarországi szlovákok nemzeti fejlődését megakadályozni, vagy gátolni. Ilyen és hasonló alkalmakkor szólal fel Eszterházy János az magyarországi szlovákok érdekében,
Neki köszönhető például a budapesti Spolok Svätého Vojtěcha nevű szlovák katolikus egyesület és kiadó létrehozása, a Szlovenská jednota című heti lap, majd napilap kiadása, a munkából elbocsátott szlovák nemzetiségű személyek újraalkalmazása, visszavétele, a magyarországi szlovák párt hivatalos elismerése és más hasonló esetek. A szlovák történetírás Esterházy ezen tettei indítékát csupán a politikai számításban látja, mondván, hogy a magyarországi szlovákok érdekében Budapesten elért eredményekért a pozsonyi kormánynál nyújtotta be a számlát, hasonló intézkedéseket követelve az itt élő magyarság számára. Kár, hogy figyelmen kívül hagyják az Esterházy által 1940 májusában épp a szlovák parlamentben elmondott gondolatokat, melyben éppen a szlovákok nyilvánvaló sérelmeinek orvoslásáról beszél. Tettem mindezt föltűnés elkerülésével, nem azért, mintha ezzel politikai tőkét akartam volna magamnak kovácsolni, hanem a szlovákok iránt érzett teljesen spontán, őszinte barátságból és igazság érzetemből. Csáki Istvánhoz írt leveléből is ez tűnik ki, a magyar külügyminiszterhez ír, föl is, neki felhasználva az alkalmat felhoz egy esetet, amit szeretnék idézni szó szerint. Bizonyítani tudom neked azt, hogy Kassa környékén a közművelődési testület titkára a magyar csendőrök segítségével a szlovák iskolákban elkoboztatta azon szlovák nyelvű tankönyveket, melyeket épp a magyar kultuszkormány adatott ki. Ezek a barmok ott nem vették észre, hogy olyan könyveket koboznak el, melyeket a magyar kormány rendeletére használtak a szlovák iskolákban. Ilyen és ehhez hasonló példákat sokat tudnék neked felidézni. Az ilyen csendőr, jegyző vagy szolgabíró, aki nem lát tovább a saját orránál, nem veszi észre, hogy magatartásával milyen veszélybe sodorhatja az országot. Tehát Magyarország becsületéről ír, ebben az esetben is kéri a külügyminiszter azonnali közbenjárását. Kiadva nagy léptekkel, remélem megjelenik majd a konferencia anyaga. Hadd mondjam el a befejezést végül is. A Magyar Néplap 44 februárjában megjelenő egyik utolsó írásában is arról ír, hogy a szlovák-magyar kiegyezés egymás kezének megtalálása nem hangulat kérdés vagy szirénhang, mely mögött imperialista magyar célok lebegnek, mint azt egyesek egyre gyakrabban hangoztatják. Annak a politikusnak, aki ebből a talajból sarjad, azaz a nyitrai talajból, természetes parancs ez a táj, a folyók, a lélek parancsa, mely tisztán zeng és megértést hirdet a pillanatnyi történelmi szükségszerűségben itt a Kárpátok bércei alatt. Végezetül teszi hozzá, a jövőt az építi helyesen, aki számításba veszi az adottságokat, nem gátakat és elválasztó falakat emel, hanem a félreértések kiegyenlítéséhez és a békés együttélés előfeltételének megteremtéséhez járul hozzá tevékenységével. Esterházy János az igazságtalannak tartva a Versailles trianoni békedöntés határait a magyar népcsoport érdekeiért küzdött. Szerette szülőföldjét, ezt a nyitrai földet, szerette hazáját, s magáénak vallotta a tágabb közép-európai térséget is, felelősséget érezve annak jelen és jövőbeli sorsáért. A magyar érdekek melletti kiállása azonban sosem tette őt a szlovák nép ellenségévé. Éppen ellenkezőleg, tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, hogy a felelős magyar korabeli politikusok közül messze kiemelkedik a szlovák nemzet iránt érzett empátiájával, szolidaritásával, együttműködési készségével. Kinyújtott kezét elvetve, szlovák barátaink egyik legnemesebb lelkű barátjukat veszítenék el benne, és ez mindannyiunk számára igen nagy kár lenne. Köszönöm figyelmüket! Já děkuji za poslední přednášku, odbornou přednášku v prvním bloku přednášek. Opět jednu malinkou poznámku. Je třeba zdůraznit jeden aspekt při studiu a zkoumání osobnosti Jánoše Esterházyho, a to, že byl hrabě.
Že byl hrabě, byl šlechtic a z toho je třeba vycházet šlechta. To konec konců vyplývá i z kontaktu, pokud člověk je v kontaktu s nějakým potomkem velkého šlechtického rodu, jejich pohled na střední Evropu nebude nikdy vázán konkrétně, ať již na maďarský, rakouský nebo český národ, ale vždycky ten patriotismus se váže primárně na nějaký geografický prostor, to stavovské vnímání nebo ten stavovský princip národního v uvozovkách vnímání společnosti je prakticky živoucí u nich i po stoletech. Je to vidět třeba, nebo bylo to krásně vidět i na působení ministra Karla Schwarzenberga v České republice a i k tomu, k čemu všemu přispěl v rámci dialogu mezi Čechy a Němci. A už končím. Takže tímto oficiálně končím nebo ukončuji první blok přednášek a předávám slovo dalšímu moderátorovi.